Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Thank you.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Főtisztelendő paptestvérek, kedves zarándok testvérek, hála jó Istennek, hogy a zarándoklatunk alkalmával megérkeztünk ide az irgalmasság bazilikájába, és imádkozhatunk itt a magyar kápolnában. Én igen nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm a körünkben lévő konzul urat, de mindenkit, aki itt van, hogy együtt közösen imádkozzunk ebben a szent misében. Ez a 8. alkalom, amikor zarándokként ide érkeztünk, azért, mert szeretnénk ezekben a zarándoklatokban imádkozni népünk megújul, lelki megújulásáért, és szeretnénk ápolni azt a barátságot, amely történelem folyamán jellemezte a lengyel és a magyar népet. Ezt az irgalmasság bazilikát 2002-ben szentelte fel II. Szent János Pál pápa. És lehetőség nyílt arra, hogy itt a bazilikában egy magyar kápolna is létesüljön, és ezt 2004-ben szentelte föl Erdő Péter bíboros úr. Ennek a magyar kápolnának jellegzetessége az, hogy itt ezeken a képeken magyar szentjeink, magyar boldogaink, és olyan személyek szerepelnek, akik remélhetőleg majd boldoggá, avatottá lesznek. De itt van az oltár előtt Szent István királyunknak kar erekjéjéből is egy rész. Ezt a magyar kápolna fölszentelése alkalmával hozta a bíboros úr ajándékba ide, ebbe a kápolnába. És éppen ezért, amikor most ezek a szentjeink tekintenek ránk ezekről a képekről, szeretnénk az ő közben járásukba ajánlni népünket, hogy a Jóisten segítsen meg bennünket a mai sok-sok kihívással teli megpróbáltatásainkban belekapaszkodni az isteni irgalmasságba, Istennek nagy szeretetébe. Hiszen azoknak a nővéreknek szomszédságában épült föl ez a nagyon szép templom, akiknek tagja volt Faustina nővér, az isteni irgalmasságnak nagy apostola. Ezért szeretnénk a szentek közben járása által az isteni irgalmasságba ajánlani népünket, és szeretnénk azt a nagy kegyelmet kérni, hogy hitünkben, megerősödve, Isten szeretetében megmaradva élhesse népünk is a mindennapi életét. Hogy a Jóistennek áldása szálljon reánk, legyen velünk, kísérjen bennünket is ebben a zarándoklatban,
Ezért most szívünk alázatosságával, bűnbánó lélekkel forduljunk ő hozzá, megbocsátó jóságát kérve. Gyónom a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor, telem Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön méhesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Úrunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyán a Fia, te veszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te veszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Ló, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett fiat szívét, és megemlékezünk arról, hogy mennyi jó téteménnyel mutatta meg irántunk való szeretetét. Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, szeretett fiat szívéből, elnyerjük bőven áradó kegyelmedet, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes első könyvéből. Amikor a férfiak
azokat, akiket Ábrahám vendégül látott, fölkeltek, és elindultak Szodoma felé, Ábrahám is velük tartott, hogy elkísérje őket. Ekkor az Úr így szólt: eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, hiszen ő nagy és hatalmas népé lesz, és benne nyer áldást a föld minden nemzete. Mert azzal a szándékkal választottam ki őt, hogy megparancsolja fiainak és házanépe utódainak, hogy járjanak az Úr útján, cselekedjenek a jog és igazság szerint, hogy az Úr teljesítse Ábrahámnak mindazt, amit neki ígért. Ezért azt mondta az Úr: igen sok a panasz Szodoma és Gomora miatt, és vétkük igen súlyossá vált. Lemegyek, és megnézem, valóban cselekedtek-e vagy sem, ahogyan az ellenük szóló panaszszava hozzám felhatolt. Tudni akarom. Amikor a férfiak eltávoztak onnan, és Szodomába mentek, Ábrahám még mindig ott állt az Úr színe előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megkérdezte: vajon az igazat is elpusztítod-e a bűnössel együtt? Hogyha van 50 igaz a városban, akkor is elpusztítod, és nem bocsájtasz meg ennek a helynek az 50 igazért, akik ott laknak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgokat cselekedjél, és megöld az igazat a gonosszal együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon a mindenség bírája ne járjon el az igazságosan? Az Úr ezt válaszolta neki: ha találok Szodoma városában 50 igazat, akkor érettük megkegyelmezek az egész helynek. Ábrahám erre így felelt: ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, noha por és hamu vagyok. Hogyha 5 híja lesz az 50 igaznak, vajon elpusztítod-e az 5 miatt az egész várost? Erre ő kijelentette: nem pusztítom el, ha találok ott 45-öt. Erre ismét szólott Ábrahám az Úrhoz: hát ha csak 40-et lehet ott találni. Ő azt felelte: nem sújtom a 40 igaz miatt sem. Aztán azt mondta: kérlek, Uram, ne haragudjál, hogy beszélek. Hát ha 30 akadott. Azt felelte: nem teszem meg, ha találok ott 30-at. Ábrahám erre azt mondta: ha már egyszer bátorkodtam szólni Uramhoz, hát ha csak 20 akadott. Ő azt felelte: nem pusztítom el a 20 igaz miatt sem. Megint szólt Ábrahám: kérlek, Uram, ne haragudjál, hogy még egyszer szólok. Hát a 10 akadott. Erre ő azt mondta: nem pusztítom el a 10 igaz miatt sem. Miután az Úr befejezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott. Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Ez az Isten igéje. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldjad. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Megbocsátja minden vétket, meggyógyítja minden gyengeséget. A pusztulástól megmenti életet, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíve. Irgalmas
jutalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem pörül velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíven. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Amilyen messze van az ég a földtől, oly nagy a szeretete az őt félők iránt. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szíven. Alleluja, alleluja, alleluja. Ma Isten szavára, ne legyetek többé kemény szívűek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Isten. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus látta, hogy nagy tömeg veszi körül, meghagyta tanítványainak, hogy hajózzanak át a Genezáreti tó túlsó partjára. Ekkor egy írástudó lépett hozzá, és így szólította meg: Mester, követlek téged bárhová mégy. Jézus figyelmeztette: A rókáknak odójuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtania a fejét. Egy másik tanítványa pedig ezt kérte tőle: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus azonban így válaszolt: Kövess engem, és hagyd a holtakra, hogy eltemessék halottaikat. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk néked, Krisztus! Főtisztelendő püspök úr, Krisztusban kedves testvéreim! Ma egy különleges nap van, ezen a napon elmélkedhetünk Isten irgalmas szeretetéről, amellyel körülvesz minket, és örülhetünk ennek a szeretetnek. Jézus szerezte nekünk ezt az örökséget, amely el nem múlik, mert hervadhatatlan. Mint tudjuk, hogy mi az irgalmasság. Irgalmas az a bíró, aki tudja, hogy bűnösök vagyunk, elkövettük, amit elkövettünk, de mégis megbocsát. Irgalmas az az édesanya, aki nagy hazugságon kapja gyermekét, de mégis megbocsát neki. Jézus az, aki azt mondja: bűneid bocsánatot nyertek, menj békével. Az Ószövetség is beszél Isten irgalmas szeretetéről, amikor Isten Mózesnek adta a 10 parancsolatot, megígérte, hogy irgalmas lesz mindenkihez, aki szeretni fogja őt, és hallgatni fog Isten szavára, Isten parancsaira.
Dávid király az Úrról énekelt, aki megbocsát, megszabadít, mert irgalmas és hűséges. Még a proféták is, akik gyakran jósolták, hogy minden el fog pusztulni, mert a nép ellenáll az Istennek, még ők is a népnek eszébe juttatták, hogy Isten szeretné kiárasztani irgalmas szeretetét a népre. Jézus is irgalmas volt, amikor látta, hogy az ember belátja bűneit, hibáit, mindig irgalommal fordult mindenkihez, a kereszten pedig így imádkozott: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezen a helyen, az Isten irgalmasság bazilikájában, a magyar kápolnában jó elgondolkodnunk Isten csodálatos tulajdonsága, irgalmas szeretete fölött, és még inkább odafigyelve rá hagyjuk, hogy átjárja személyes életünket. Szent II. János Pál pápa mondta Faustina nővér szenti avatásán, az első és a második világháború között bízta rá Isten az irgalmasság üzenetét, akik még emlékeznek, tanúi voltak az akkori eseményeknek és szenvedéseknek, amelyek emberek millióit érintették, azok tudják igazán, hogy mennyire szükség volt akkor az irgalmasság üzenetére. Az Isten irgalmasság üzenete meghatározza az emberi élet értékét is. Minden ember értékes Isten szemében, Krisztus minden egyes emberért meghalt, mindenkiért, akinek az Atya lelket adott. Ez a vigasztaló üzenet szól különösen azoknak, akik bűnük súlya és nagysága miatt már esetleg feladták a reményt, és kísértést éreznek arra, hogy kétségbe essenek. Nekik megmutatja Jézus a szelíd arcát, a szívéből áradó sugarak őket érintik, és rájuk vetik fényüket. Őket melegítik, és nekik mutatnak utat, reménnyel töltik el őket. Milyen sok lélek vigasztalódott meg már a gondviselés által Faustina nővérnek tanított imádság révén: Jézusom, bízom benned. Ha csak annyit teszünk, hogy átadjuk magunkat Jézusnak, már oszlani kezdenek a felettünk tornyosuló felhők, és átsüt rajtuk a fény sugara. 16. Benedek pápa lengyelországi látogatás alkalmával itt az Isten irgalmasság bazilikájában a betegekkel és betegápolókkal találkozott 2006. május 27-én. Beszédében elhangzott: a jelent körülmények két misztériumot állítanak elénk, az emberi szenvedés misztériumát és az isteni irgalmasság misztériumát. Első látása úgy tűnik, hogy a két misztérium szemben áll egymással. De ha mélyebben vizsgáljuk őket a hit fényénél, meglátjuk, hogy összhangban vannak egymással, és ez Krisztus keresztje misztériumának köszönhető. Miként II. János Pál pápa mondta, a kereszt az Istenség legmélyebb lehajlása az emberhez, a kereszt olyan, mint az örök szeretet kenete az ember földi létének legfájdalmasabb sebeire. Drága betegek, akiket a test vagy a lélek szenvedése jelölt meg, ti egyesültetek leginkább Krisztus keresztjével. Ugyanakkor ti vagytok Isten irgalmasságának a leghatásosabb tanúi. Rajtatok keresztül, a ti szenvedésetek által ő hajol az emberiség fölé szeretettel. Ti vagytok azok, akik a szív csöndjében mondva, Jézusom, bízom benned, tanítotok arra, hogy senkinek sincs mélyebb hite,
élőbb reménye és lángolóbb szeretete annál, mint aki a szenvedésben Isten biztonságot nyújtó kezébe adja magát. És azok keze, akik az irgalmasság nevében segítenek nektek, ezen isteni kéz látható megjelenései. Szentatyánk Ferenc pápa egy személyes emlékét idézte fel pápaságának első vasárnapján. Nem sokkal azután, hogy kineveztek püspökké, 1992-ben Buenos Airesbe érkezett a fatimai szűzanya szobra, és ünnepélyes szentmisét mutattunk be a betegek számára. Én gyóntattam azon a szentmisén, a szertartás vége felé felálltam, mert ki kellett szolgáltatnom a bérmálás szentségét. Egy nagyon egyszerű idősasszony odajött hozzám, már 80 év felett volt. Ránéztem, és így szóltam. Nagymama, mert nálunk így hívják az idős asszonyokat, meg akar gyónni? És ő igennel válaszolt. De hát, ha ön nem vétkezett, mondta. Mindnyájan vétkeztünk, felelte az idős asszony. De talán az Úr nem bocsátja meg bűneinket, tettem hozzá. Nagy biztonsággal így válaszolt, az Úr mindent megbocsát. Honnan tudja? Kérdeztem tőle. Az idős asszony válasza így hangzott, ha az Úr nem bocsátana meg mindent, a világ nem létezne. Ez az a bölcsesség, amit a Szentlélek ad, a belső bölcsesség az isteni irgalmasságról. Ne feledjük el, Isten soha nem fárad bele, hogy megbocsásson. Soha. Hát akkor hol van a probléma, kérdezte az idős asszony. Az a probléma, hogy mi fáradunk el, hogy bocsánatot kérjünk. Soha ne fáradjunk el, Isten a szerető atya, aki mindig megbocsát, akinek irgalmas a szíve mindnyájunk irányában. Mi is tanuljunk meg irgalmasak lenni mindenkivel. Fohászkodjunk a szűzanya közbenjárásáért, aki karjai között tartotta az emberré lett isteni irgalmasságot. Kedves testvéreim, Isten irgalmassága ki akar áradni minden emberre, de csak azokra árad ki, akik meggyónnak, akik megbánják a bűneiket, kérik érte Isten bocsánatát, és törekednek megjavulni. A szentgyónás komoly dolog, ahol meg kell gyónni bűneinket úgy, ahogy elkövettük őket. Nem kell szépíteni magunkat. Isten lát, és ismer, tud rólunk mindent úgy, ahogy van. Legyenek az emberek bűnei bármilyen nagyok, de Isten irgalma még nagyobb. És nincs mit ezen megbotránkozni, meg kell bánni a bűnt, és Isten bocsánatot kérni a szentgyónásban. Bár csak minél többen meghallanák és megértenék ezt, a lelkiismeretet is nevelni kell, mert sokaknak olyan lapos a lelkiismerete, hogy semmit sem tartanak bűnnek, de azért eljönnek gyónni, mert így szoktuk. Kedves testvéreim, Isten irgalmassága át szeretne ölelni mindenkit, és mindent megbocsátani, amit bűnnek tartunk, és szeretnénk megbánni és megjavulni. Az ördög szeret szégyenérzetet önteni az emberbe, ahogy egy szent mondta, jobb örök titok terhe alatt mindent megvallani, mint egy örökké valóságon át szégyenkezni utána. Bűneinket fel kell ismerni, meg kell bánni, törekedni kell jóvá tenni és megvallani a szentgyónásban. Álljunk ma meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogyan árad Isten irgalmassága a mi bensőnkbe. Képzeljük el magunkat
mint tökéletlen, bűnös embert, pont olyannak, amilyenek igazából vagyunk. Utána nézzünk Jézusra, hogyan akar megtisztítani bennünket, hogyan akar átölelni minket. Ha megfeledkeznénk Isten irgalmasságáról, bűneink és szégyenünk, mint súlyos teher nehezednének ránk. Ha elfelejtenénk, hogy bűnösök vagyunk, és mindenkinek szüksége van Isten irgalmára, ha bűneink elvakítanának minket, és lehetetlenné tennék azt átélni és megérezni, hogy Isten szeret minket. Bárcsak soha ne feledkeznénk meg erről, hogy Isten irgalmas szeretettel szeret minket, bárcsak mindig tudnánk ennek örülni. Bárcsak ugyanilyen irgalommal tudnánk a többi ember felé fordulni magunk körül. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést. Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Szentséges atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Városaink, községeink minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat. Kérjük téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred, hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
áldozatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házjavára. Kérünk Istenünk, tekints szeretett fiat kimondhatatlan szeretetére, hogy amit most néked felajánlunk, legyen kedves előtted, és bűneinkért nyújtson engesztelést. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük fel szívünket. Feleltünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, s a keresztván magasba emelve, odaadta önmagát értünk. Majd vér és víz ömlött sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílult, hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel egy házát ülteti, és mindenki vonzódjék az üdvözítő föltárt szívéhez, mindig örömmel merítve az élet vizéből, melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe többi a mennyek és a földben. Hozsána a magasságon, áldott aki jön az Úr nevében. Hozsána a magasságon. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Imeitünk szent titka. Halálodat kérdezünk, Urunk, és ide halljuk föltámadásodat, ha mi nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Marek püspökünkkel, jelenlévő József püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörükél mindnyájunk, hogy Istennyával boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyeséval, Szent Apostolokkal, minden magyar szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesé lehessünk az örök életnek, és dicsőjtől magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsáló és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert én az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét.
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a veletekkel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köszünk mindenkor. Isten áldjon. Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket, és kössön össze minket mindenkor szent fiaddal, és tanítson meg arra, hogy fölismerjük őt testvéreinkben. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretnék megköszönni először is Püspök Atyának a szent misét itt az Isten Irgalmasság Bazilikájában. Bizony többször megtöltöttük benne a nagy bazilikát. Én remélem, hogy még a Bonum EVTN tévén keresztül otthon is érezték, hogy mi, akik most próbáljuk ezt a sok ezer zarándokot, akivel már együtt imádkoztunk, az imánkkal, az énekünkkel is idehozni, képviselni. Köszönjük Asztik Atyának a szent beszédet, nagyon szépen köszönjük Gerencsék Tibor Magyarország kapói főkonzulának és kedves feleségének, hogy velünk imádkoztak, itt voltak ma, és szeretném elmondani, hogy holnap ugyancsak a tévénézői is velünk imádkozhatnak majd. 3 órától fogják látni a tévéképernyőjén a holnapi szentmisénket, amely a Csenszóvai kegykápolnában kerül majd bemutatásra, ugyancsak Püspök Olaj Atya vezetésével. Nagyon szépen köszönjük, és hálás szívvel folytatjuk utunkat Csenszóva fele. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel, legyen áldott az Úr neve, most és mindörökké. A mi segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Ha szent mise véget ért, menjetek békével, Istennek legyen.